Halljuk Csatlós Áront, aki kolontos palkóról mesél nekünk. Parancsolj, Áron! Kolondos palkó. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény ember, és annak egy fia, Kolondos palkó volt a neve. Azért hívták Kolondos palkónak, mert kolondossá volt, bolondossá volt, minden szava tette. Sokat búsult a szegény ember, hogy mi lesz a fiával, ha ő meghal. És addig búsult, tűnődött ezen, még csak ugyan meghalt. Hát most mit csináljál, Kolondos palkó? Kenyér nem volt az asztal fiában, és a szeme zöldet látott, vöröset látott, annyit éhezett. Azzal felült a szamarára, és elindult világgá. Mondta magában, lesz, ahogy lesz, majd Isten látta jószer és szerencse. Megy, mennegél palkó a szamáron, egyszer beér egy nagy erdőbe. Nem ment a rendes úton, össze-vissza csatangol mindenfelé. Egyszer meglát egy öregasszonyt, és köszönti. Adjon Isten jó napot, öreg anyám! Köszönt, hogy öregjának szólítottál, mert különben kiszedtem volna mind a 32 fogadat. Hihely, mondta magában palkó, bizonyosan mi valami boszorkány lesz. Na, bizonyosan el is találta, mert a vénasszony boszorkány volt. Öreg anyám, kérdi palkó, nem mondaná meg nekem, hogy merre felé találok ki ebből az erdőből? Még megmondom, még az útba is bájlít, ha azt a csomagolját felkötöd a hátamra. Én jó szívvel, hogy ne köttim? Azzal felkötötte az öregasszony hátára a gajot, de úgy, hogy egyben az öregasszony tölköti egy nagy fához. Hát, menni akar az asszony, hát nem tud menni, mert meg van kötve. Hely, ördögötte, ebugatta legényke, a fához kötöttél, ugye? Ezért megátkozlak, hogy a szemöröd mindig azt mondja, amit te mondasz. Azt akkor egyszerűen a ragasszony fekete a macskává változott, kibújt a kötélből, ott elremett előtte szekérrel 12 egér, aztán a fekete macska felkapott rá, és úgy eltűnt egy szempintassál alatt, mintha fölnyelte volna el. Kolondos palkó nagyot kocogott ezen, hogy csak úgy zengett az erdő a katagásától. Ha, ez ugyan jól megátkozott engem. Hogy mondja a szamarat azt, amit én mondok, mi károm lehet abban? Azzal felült a szamarára, és mondta neki, gyí, csacsi! Szamár is elkezdte, gyí, csacsi! Hallod-e? Nem én vagyok a csicsi, hanem te. Hallod-e? Nem én vagyok a csicsi, hanem te. Te szamár! Kiabált palkó. Ne feleselj velem, mert Isten, Isten, úgy a fülöd kezé vágok, hogy azt a más világon is megemlegeted. Úgy, ahogy palkó mondotta. Szóról, szóról utána mondotta szamár. Hely, megmergelődik palkó, és jól oldalba kenegeti a botjával. A szamár sem maradt a dúsan, és úgy megrúgta palkót, hogy nyakig is ért bele egy pocsolyába. Megért palkó, kiabált torka szakadtából. Segítség! Segítség! Szamár elkezdte. Segítség! Segítség! Történetesen épp arra jött három favágó. Nagy nehezen palkót kihúzzák a pocsolyából, és ezt mondják a favágók. Hát a másik ember hol van? Miféle másik ember? Kérdik a favágók. Hallottuk, hogy egy másik ember is kiabál, mondták a favágók. Ha-ha, röhögött palkó, hiszen az a szamaram volt. Ej, aki áldója vagy, szedte vesztisztek az emberek, hát még te csúfolkodol velünk? Gyere csak a bíró elé, éppen most töltek meg éppen egy gazdag kereskedőt, bizonyosan te voltál a gyilkosa. Aztán bekísérik palkót a városba, bíró elé leírtják, és a bíró nagy hirtelen ki is mondja az ítélet, hogy fel kell akasztani, mert bizonyosan ölte meg azt a kereskedőt, aminek gyilkosát ögnémtem találták. Pont abban a városban lakott a király is. Oda kísérik palkót az akasztófa alá, és ezt mondja a bíró. Há, van-e még valami más kívánságod? Mondta. Nincs ügyöm ebbé kívánságom, csak vezessék ide a szamaramat, hagyj búcsúzzak el tőle. Aztán ott kísérik palkót a falá, és a király felé fordul, és úgy kérte, Prangdon, kicsa, árva fejemnek felséges királyom, mert igazán
ártatlan vagyok. Amint ezt meghallott a szamár is, ő is letérdelt, elbődült, és úgy kérte, Prancia, árva fejemnek felséges királyom, mert igazán ártatlan vagyok. Hely, szörnyű álmékodás, még a királynak is szeme száját átmaradt. Bezzeg megkigyelmezett kolondos palkó. De hogy kolondos palkó élnek-e, halnak-e, nem tudom, de hogy kolondos palkó és a szamara elegen vannak a világon, azt jól tudom. Itt a vége, fuss el véle! Köszönjük, Áron, a mesét már itt muzsikál a lelkünkben, nagyon megérintett bennünket. Következik Bajcár Levente. Az oroszlán és az egér történetét adja át nekünk. Gyere, Levikén! Lev Toy Store, az oroszlán és az egér. Aludt az oroszlán, egy egér végig szaladt a testén, felsárkent és megragadta. Az egér kérdenkezte, hogy engedjen, így könyörgött neki, ha te eresztesz, jót cselekszem veled. Ha, 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 nagyon nevetett az oroszlán ezen az ígéreten. Hogy mondhat olyant az egér, hogy jót cselekszik vele, és elengedte. Nem sokára vadászok fogták el az oroszlánt, és fához kötözték. Az egér meghallotta az oroszlán ordítását. Odafutott, és elrágta a kötelet, és így szólt. Emlékszel? Nevet. Él. Nem hitted, hogy jót is tudok cselekedni veled, de most már láthatod, de tehet jót egy kis egér is. Következik Józsa Rebeka, szintén a Mackóvároliból, és a Gomba alatt című mesét adják nekünk. Gomba alatt. Egyszer a hangyát utolérte egy nagy eső, hová bújjék előle. Meglátott a tiszta szélén egy aprócska gombát, odaszaladt is, elbújt a gomba alá. Üldögél a gomba alatt, várja, hogy elején az eső, ám de az eső csak jobban zuhogott. Arra vászorgott egy agyonázott pillangó, és így, hangyácska, hangyácska, engedj be engem is a gomba alá, úgy eláztam, nem tudok repülni. Már hogyan is engednének, hiszen nekem is alig jutott hely a gomba alatt. Se baj, kis helyen is elférnek, akik szeretik egymást. Erre aztán beeresztette a pillangót a hangya. Futva jött az egér. Engedjetek engem is a gomba alá. Patakokba folyik rajtam a víz. Nincs már több hely. Húzózkodjatok összép. Nagyon kellek benneteket. Összép húzózkodtak, és jutott hely az egerkének is. Arra ugrándozott a veréb, és így sírt rét. Megázott a tollacskám, megfáradt a szárnyacskám, engedjetek engem is a gomba alá. Megszáradni, megpihenni, az eső végét kívánni. Nincs már több hely, húzózkodjatok közszébb. Nagyon kellek benneteket. Összép húzózkodtak, és jutott hely a verépnek is. A nyúl ugrott ki a tisztásra, és meglátta a gombát. Bújtassatok el, mentsetek meg, üldöz a róka. Sajnálom a nyulat, mondta a hangya. Tudjátok mit? Húzóckodjunk összébb. Amikor a nyulat elrejtették, odaért a róka is. Nem láttátok a nyulat? Nem, bizony. A róka közelebb lopakodott is, körülszallászott. Biztos, hogy nem itt bújt el? Ugyan, hogy bújhatott volna ide? A róka megcsóválta a farkát, és elment. Közben az eső is elállt, a nap is kisütött, elébújtak mindahányan és örvendeztek. A hangya elgondolkozott, hát ez hogyan történhetett,
hiszen először még nekem is elindult a jogomban, végül mind az öten elfertünk. Brehehe, heherészet valaki. Mindannyian oda néztek. A gomba kalapján ült a béka, és jó ízűen nevetett. Úti okosok, hiszen a gomba a mondatot félbehagyta, őket pedig ott hagyta. Mindannyian a gombára néztek, és nyomban kitalálták, hogy hogyan történhetett az, hogy először még egynek is elég jut az hely a gomba alatt, végül mind az öten elfért. Ti is kitaláltátok már. Köszönjük szépen, Rebeka! Következik Ferenc Liza, aki a kismajom mamájáról mesél nekünk. Egyszer volt, hol nem volt, a kismajom mamája. Elvesztettem a mamámat, vigyázgett a kismajom. Így szólt a pillangó, ne síjjál, segítek én a bajodon. Lássuk csak, mekkora volt a mamád, készel akkora, mint én legalább. Olyan hatalmas, láttam bizony, épp elle lesz. Nem ő az. Ez az elefánt, az én mamám nem ilyen böhöm darab, nem visel olmányt is agyarat. Götyötös patája sincsen, de a fára a farkát rátekeri. A fára rátekeri? Ez érdekes. Gyere csak utána, megmutatom. Nem ő az. Ez egy kígyó. Az én mamám nem olyan, mint egy faág. Nem sziszeg mérgesen rám. Fészkeket sem támad meg hangtalan, és különben is sokkal több lába van. Szóval itt most a lába probléma. Így minden világos. Gyerünk tovább. Nem ő az. Ez egy pók. Az én mamám sosem csíp, és nem dagadt. Lába sincs ilyen sok, csak 4 darab. Gyümölcsöt majd szolgat, és nem legyet, és odafent lakik a lomb felett. Miért nem mondtad a legelején? Ismerek ilyet a fa tetején. Nem így az. Ez egy papagáj. Az én mamámon nincsen csőr, csak orr. Soha nem kuruttyol, így rikácsol. Mondtam, hogy szárnya sincsen egyentelen, és nem repül, csak ugrál a fán. Azt mondtad, ugrálni nagyon szeret. Akkor már sejtem, melyik lehet. Nem ez. Ez a béka, pillangó, ezeket biztos vízes az. Én mamám nem zöld és nem breke, nincs rajta semmilyen nyárkás ruha. Bundát hord és a ölel puha mele. Bundát, miért nem mondtad hamarabb? Ott lóg a bundás a lombok alatt. Nem ő. Ez a denevér. A mama nem lóg soha, és mondtam, hogy szárnya sincsen egyentalán, és nem ilyen kicsik az imád. Nincs szárnya, való igaz, akkor már gyanítom. Nem ő az, ez a papa. Gyere csak, majmocskám, késő van már, otthon vár a mamát. Pálinkás Borostyán kisegér szülinapjáról mesél nekünk. Egy kisegér születésnapja. Az öreg patak mentén, a mókus erdő határán élt egy népes egércsalád. Legifjabb tagja, Emil, 5 évvel ezelőtt éppen ezen a napon született. A szobájában olvasgatott, miközben azon gondolkozott,
kiket is látna legszívesebben a családi ünnepségen. El is készített néhány díszes meghívót a legjobb barátai számára, és sebesen elviharzott velük, hogy átadja a címzetteknek. A megszokott útvonalon biciklizett, amit már oly sokszor megtett, de ma valahogy más volt minden. Mosolyogtak rá a virágok, a fák is színesebbnek tűntek, és a levegőben is édes illatok simogatták érzékeny orrocskáját. A kisegér nagyon boldog volt. Két legjobb barátja, Elek és Ede, nagyon megörült a meghívásnak, de mindjárt arra gondoltak, mennyi ajándékot fog kapni Emil. Tudod, milyen sok rokona van Emilnek? Biztos rengeteg ajándékot fog kapni, ha mindenkit meghívtak a szülinapi partira. Így irigykedett egy kicsit Elek. Szerinted mit fog kapni? Távirányítós kis autót, vagy a legszuperebb nyomozós játékkészletet? Ábrándozott Ede. A két kisegér nem is sejtette, hogy milyen messze járnak a valóságtól. Eközben Emil édesapja, aki a domboldali malomban szorgoskodott minden nap, egy jó korozsák lisztet igyekezett hazavinni az ünnepi torta sütéséhez. Hajnalban már hazagörgetett két óriási friss tojást, amit egy zsák búzaszemért kapott cserébe a tyúkudvarba. A családban mindenki az esti ünnepségre készülődött, de egészen másként, ahogyan azt a kis barátok elképzelték. Emil anyukája a szomszédos mezőn keresett egy ritka gyógynövényt, amivel meggyógyíthassa a tehénke fájó gyomrát. A segítségét cserébe tejet kapott, amiből pompás sajtot készítettek otthon. Emil családja egér nemzedékek óta ismert volt a környéken szorgalmára, épp úgy, mint a család különleges sajtortája, melynek titkát és receptjét kincsként őrizték. Azt mondják, olyan finom, aki egyszer megkóstolja, soha nem felejti el az ízét. Egér nagymama sokszor elmesélte unokájának, hogy még az ők öreg anyja kísérletezte ki a receptet, és így minden évben az ő családjuk nyeri meg a messze földön híres sajtorta sütő versenyt. Ma ez lesz az esti igazi meglepetése. Eugén nagybácsi cukrot hozott a város egyik jó nevű éléskamrájából, ahol évek óta éjszakai műszakban dolgozik. Mindenki szívesen segített, hogy mi hamarabb elkészüljön a mennyei csemege, aminek még az utolsó mozsája is valóságos kincs. Délre minden készen állt a sütéshez. A konyhából hamarosan incsiklandó illatok jelezték, hogy a torta kisült. Minden egérke remegő orral szimatolt a levegőbe, pedig még csak Eugéni asszonyság most kezdte el kidíszíteni a remek művet. Csodás habok, mázak, krémek, válogatott gyümölcszemek, csoki díszek. Volt ott minden, mint a mesében. Közben minden vendég megérkezett. Boldog születésnapot kívánunk! Kiáltotta szinte egyszerre az egész család és a barátok, akik egy gondosan becsomagolt ajándékot nyújtottak át az ünnepeltnek. Emil sietve kicsomagolta ajándékát, de már is felhangzott a fotográfunk hangja. Figyelem, figyelem, mindenki mondja, hogy cincin, csicsat, egy fényes villanás, és már is elkészült az idei családi fotó. Elek és Ede már alig várták, hogy megkóstolhassák a messze földön híres sajtortát,
körbeülték a nagy kerek asztalt, és vidáman nekiálltak falatozni. Az utolsó morzsa is eltűnt a tányérról. A vidám társaság nem is vette észre, hogy rájuk sötétedett. A vendégek megköszönték a vendéglátást, és vidáman hazafelé vették az útjukat. Emilia nagyon kimerült a sok izgalomtól, de kinyitotta naplócskáját, és szokásához híven írni kezdett. Nem is sejtette, hogy olvasója is akadt. A sarokból egy kíváncsi pókocska figyelte minden betűit. Az utolsó sorban ez állt. Ez volt a legszebb szüri napom. Volt egyszer egy kerekerdő, kerekerdő csodaszín. Kerekerdő közelében, kerektóban, kerek ég. A kerek ég alatt sétált Körmendi Lili, megszomjazott, szomját oltotta. Friss forrás vízzel is úgy döntött, hogy mesél nekünk még egyet. Gyere Lili, ülj a meseszékbe. Közben Bogyó és Ágon a cserebogán összevesztek. Mindig te borított fel a én autómat. Hogy itt csalás, mondta dühösen Bogyó. Nem igaz, te csalsz. Vágott vissza Ágon, jó van, nem jártok vele tovább. Mondta sértődőnek Bogyó, és ott hagyta a fiúkat. Én is bárhatok a játékotokba. Most kérdezte Bogyó, babozához nem. Nem jártasz velünk, ez járnyos játék. Mondta duzzogva babóca, de nézd csak, én is osztom egy babát. Ezt a göndörhajú szeretné mégiscsak veletek játszani. Jó van, engedd meg babóca, akkor gyere. De akkor majd én is játszok az autókkal. Gyerekek, gyertek kezet mosni, játszol Dongo néni, és a gyerekem most kezet. Az ebédet. Nagy fazékbor merte az óvodások tányérjába, tetszés utrinka néni a dadus az ebédet. Amikor mindenki befejez az ebédet, a naposok Bogyó és Babocsa volt, csak segíthetett összeszedni a tányérokat és a poharakat. Ebéd után mindenki lefekült, Dongo néni Petin mesét olvasott. Ébredés után uzsonnáltak, aztán kimentek a kertbe. Az óvodákártya hatalmas volt, tel is tele izgalmas mászokákat csúszdával. Még egy kis felvonat is állt a közepén. Bogyó és Ágon hamar kibékültek, és sokáig együtt hintázta. Babocsa segített Rémine felmárni a csúsz aljára, és el is kapta a csúszda alján. Ez Göminek nagyon tetszett. Az óvodából hamar leszállott a nap, a gyerekek hosszasan búcsúzkodtak egymásról. Itt a vége, fussá vélem!